Sziasztok! Itt vagyunk az XZIP gyárban. Itt áll mellettem Benjamin Diesel, aki az Auna és az XZIP gyárnak a tulajdonosa. Neki fogunk pár kérdést feltenni, hogy ez az egész honnan is indult, milyen ötlet alapján indultak el, és merre tart a cég. Also, kannst du mal vielleicht einige Wörter über die ganze Firma oder die ganze Idee mal für uns erklären, wie ja. Das Ganze gekommen ist? Klar, kein Problem. Ich habe die Firma Auna bzw. XGIP habe ich 2016 gegründet, mit dem Gedanken, Moosgummi, also die Einsätze in den Reifen zu produzieren. Ja, das ist dann relativ schnell gegangen und XGIP ist sehr groß gewachsen. Und dann hat sich 2019 die Gelegenheit ergeben, die Firma Auna von Alfred Auna zu übernehmen. Ja, und seitdem mache ich XGIP, das ist eine Firma, und Auna, das ist eine andere Firma. Und ja, ich bin selber sehr lange sehr viel Motocross Enduro gefahren und so hat sich das Ganze entwickelt und ergeben. So ist es ein bisschen leichter, die Entwicklung zu machen, wenn du das mal auch persönlich machst. Ja, natürlich. Ich glaube, also das ist so eine kleine Nische, in der wir uns bewegen und so ein kleiner Markt. Und wenn man aus der Szene kommt, tut man sich wesentlich leichter, die Produkte zu testen und entwickeln. Genau. Szóval 2016-ban alapították meg az XZIP céget, amivel már mindjárt is kezdtek, leginkább a gumikra és a muszokra szerettek volna fókuszálni, azzal kezdték el az egész tevékenykedésüket. Majd 2019-ben jött a lehetőség, hogy az előző tulajtól át tudták, illetve meg tudták vásárolni az Auna céget, és így a kettőt összegyúrták. Elkezdődtek a fejlesztések XZIP fronton, és hát mondja, hogy így, hogy azért ő is versenyzik folyamatosan motorozik is, sokkal könnyebb minden kis alkatrésznek a fejlesztése, gyártása, tervezése. Várakozáson felül nagyon megindult a fejlődés az XZIP cégen belül, és most már egyre több termékkel foglalkoznak, és a jövőben is szeretnének foglalkozni. De a fókuszban első körben a gumik voltak, ami most már nagyon magas szintre fel is futott egyébként. Und vielleicht über die Pläne, was ihr noch habt, Neuheiten und solche Dinge? Neuheiten. Ja, für XGRIP werden wir schon noch einige Reifen entwickeln und natürlich noch mehr Produkte, speziell für Hard Enduro. In den Motocross-Bereich wollen wir unbedingt stärker einsteigen. Mal sehen, ob das nächstes Jahr schon funktioniert. Für Auna natürlich, wir haben tolle Partner und tolle Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, wie Auna Ungarn. In Österreich haben wir ein paar Geschäfte, die noch besser zu bestücken und das Produktportfolio noch zu erweitern. Ja, da haben wir einiges vor die nächsten Jahre. Also, ja. Tehát XZIP fronton azt mondta, hogy szeretnének mindenféleképpen motocross felé is elkanyarodni egy kicsikét, most alapvetően enduro gumikkal foglalkoznak, és arra ment az irány. Jövő évtől elkezdenek komolyabban beszállni a motocross vonalba is, már mennek a fejlesztések, meg a tesztelések. Auner vonalon pedig hát eddig is nagyszerű partnerekkel dolgoztak, mint ahogy mi magyarok is ugye a partnereik vagyunk az Auner Hungária. Továbbra is szeretnék bővíteni is a kereskedői hálózatot, illetve hát a jelenlegi már meglévő szuper termékek mellé szeretnének még majd újokat is becsábítani, attól függ, hogy ez majd hogyan sikerül. Folyamatosan szeretnének fejleszteni mindent. Und vielleicht noch im Rennsport, was für Pläne hast du noch in die Zukunft? Ja, nächstes Jahr möchten wir mit dem XGIP Rennteam noch die ganze Hard Enduro WM fahren. Nicht alle Rennen werden es nicht sein. Amerika lassen wir ziemlich sicher aus. Den Rest möchten wir auf jeden Fall mit mindestens zwei Fahrern fahren. Ich persönlich fahre nächstes Jahr, glaube ich, nichts. Ich bin heuer Romaniacs und Sea Sky gefahren und habe sehr viel Arbeit. Und ja, von dem her glaube ich, nächstes Jahr lasse ich aus, aber dann im Jahr 25 möchte ich schon wieder mehr fahren. Ach so, okay, super. So, a jövő évtől terveznek egy kéttagú csapattal végigmenni, ha lehet, a nagy részén az Enduro világbajnokságnak, mondjuk az USA-t kihagyva, az egy kicsit költséges, azt mondta. Ő jelenleg most nem motorozik, 25-től szeretne újra, de egy kéttagú csapattal a jövő évet, a teljes évet szeretné ilyen szponzorált versenyzőkkel végigcsinálni, és akkor úgy fogják a tapasztalatokat gyűjteni, illetve továbbfejleszteni az alkatrészeket. Und entwickelt ihr die Motorräder hier und die Ersatzteile, was ihr möchtet und probiert hier alles aus? Alles also machen wir hier, also die ganzen, wir haben einen Techniker,
der für uns die ganzen Produkte zeichnet und entwickelt. Mhm. Und ja, der ist eh ganz gut eingedeckt, weil sehr viele neue Ideen immer da sind. Aber der ist jetzt auch heute auch nicht da. Ja, und hier, wie man sieht, das Motorrad ist zerlegt. Mhm. Hier passen wir die ganzen neuen Teile an und versuchen eben unser Produktportfolio ständig zu erweitern. Tehát van egy emberük, aki csak ezzel foglalkozik itt cégen belül, hogy ezeket a dolgokat fejleszti, akár meg is rajzolja, és a gyártásában is segít. Itt ebben a műhelyben történik mindennek a felszerelése, kipróbálása és továbbfejlesztése tulajdonképpen. Szeretnének teljesen napra készek lenni mindig mindenből, és egyre több kiegészítővel, meg több speckó alkatrészsel szeretnének a piacon lenni továbbra is.